Semmelweis Egyetem polgárai az alapítás óta eltelt 250 év során mindig helytálltak a történelmi sorsfordulókon. Így tettek az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt is. Nagy elődeink példáját követtük, amikor az idei ember emlékezet óta nem látott járványhelyzet idején nemzetünkért a védekezés élére álltunk, méltó módon egy közép-európai szinten vezető orvos és egészségtudomány egyetemhez. A Semmelweis Egyetem mindig is az élet védelmezője volt, és ezt a forradalom óráiban is tanúsította. A sebesültek ellátásában szinte minden klinikánk részt vett. A 2. számú sebészeti klinikán több mint 300, a 2. számú gyermekgyógyászati klinikán közel 100, az urológiai klinikán pedig mintegy 170 sebesültet láttak el. Több épületünk is elpusztult a harcok során, az egyetem azonban mindvégig kitartott. Semmelweis Ignáchoz hasonlóan mi, a Semmelweis Egyetem polgárai is tudjuk, hogy soha nem elégedhetünk meg az alapvető kötelességeink teljesítésével. Mindig a legjobbra kell törekednünk. 56 hősei, mai utódaikhoz hasonlóan sokféle motivációval, érdekkel bírtak. De egy irányba indultak el céljaikért, ebben is példát mutatva. A gyógyszerésztudományi kar Hőgyes-tömbjének környéke az események emblematikus helyszíne volt. Itt szervezték meg a legsürgetőbb feladatok közé tartozó gyógyszer- és kötszerellátást, de kollégáink és hallgatóink a mentési munkákban is szerepet vállaltak. Az egészségtudományi kar Vas utcai épülete állami kórház volt a forradalom idején, melynek környéke heves harcok színtere volt, itt számos sérültet ápoltak e falak között. Így a kar épülete a mai napig arra emlékeztet minket, hogy mekkora áldozatot hoztak elődeink, azok az ápolók és mentősök, akiknek elkötelezettségének és helytállásának emlékét feljegyezte és megőrizte az utókor. Dr. Pető András, karunk névadója, a forradalom idején felszólította a hallgatókat, hogy az általános sztrájk ellenére is vegyenek részt az arra rászoruló gyermekek gondozásában. A külső körülményektől függetlenül mindig felelősséget kell vállalnunk a ránk bízott életekért. Kevesen ismerik 56 orvos és szigorló orvos mártírjait, akik az életük feláldozása árán is életeket mentettek 56-ban. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Semmelweis Ignác maga is forradalmár volt, és én magam személyesen is az ő példájukból merítettem erőt a rendszerváltoztatás idején, és ezt ajánlom a jövő orvostan hallgatóinak is. A Semmelweis Egyetem célja, hogy továbbra is példát mutasson, és előjárjon, legyen szó a világjárvány elleni védekezésről, tudományról, világszínvonalú oktatásról, vagy betegellátásról.